Vezetőszáron lábbilincsben érkezett az a nő a pécsi ítélőtámlára, akit újszülöttje megöléséért 16 évre ítéltek első fokon a kaposvári törvényszéken. Ez ellen fellebbezett, így a másodfokú döntést Pécsen hozták meg. A védelem arra hivatkozott, hogy a vádlott nem emlékszik tettére. A hormonok következtében olyan mentális zavart állapot állott fenn, amikor is valójában nem tudja, hogy mi történik vele, és egy úgynevezett emlékezet kiesése van. Védencem a szakértők előtt elmondta, hogy a korábbiakban is az előző három terhesség alatt nagyon későn derült ki az, hogy egyáltalán terhes. Volt olyan szülése az előző háromból, amikor a korterem ajtajában jött világra a gyermeke, mert nem tudta, hol van, mit csinál. A vád szerint azonban a csecsemője megülésekor nagyon is tudatosan viselkedett, készültettére. Egy elhagyott épületbe ment, megszült a kisfiút, majd egy nadrág szárával megfojtotta. A holttestet egy műanyag zsákba rejtette és eldugta a helyszínen. A történtekről üzenetet is küldött férjének, mikor egy értesítés után rendőrök jöttek a házhoz és kutatni kezdtek. A vádlott 2022. október 14-én a Viber alkalmazáson a férjének olyan üzenetet küldött, hogy a rendőrség nem mehet a házhoz, mert a vér, meg ami kijött belőle, ott van egy zsákban, azt el kell tüntetni. Rákérdezett, hogy anya, ugye nem egy baba van benne, erre a terhet a következőket írta. De nem egészen, csak ne lássanak bele, mert akkor halott vagyok és őrizetben lesznek. Kérlek, segíts! Ezekkel a kiegészítésekkel megalapozottnak tartom a tényállást. Az ítélőtábla végül döntött a büntetéséről, megváltoztatva a kaposvári bíróság döntését. Akit változtatja meg, hogy a kiszabott szabadságvesztés tartalmát 10 évre enyhíti. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja. A kiszabott szabadságvesztésben a 2023. május 23 napjától a 2023. augusztus 31 napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítja. A pécsi bíróság figyelembe vette, hogy már három gyermeket nevelt problémák nélkül, mikor újra terhes lett. Az egyenes szándékot pedig nem tekintette súlyosbító körülménynek. Az egyenes szándékot soha nem tekinti súlyosító körülménynek. Ezért ezt a bűnösségi körülményekből mellőzte a másodfokú bíróság. Összességében azt kell megállapítani, hogy a vádlott esetében az elsőfokú bíróság a cselekmény tárgyi súlyával és a vádlott személyében felismerhető társadalmi veszélyességgel arányban nem álló büntetést szabott ki, ezért annak a lényeges enyhítésére látott indokot a másodfokú bíróság, így a vádlott büntetését 10 év szabadságvesztésre enyhítette. Az ítélet jogerős. A 28 éves büntetlen előéletű Somogyban élő nő korábbi élettársi kapcsolatából két gyermeke, majd 2020-ban kötött házasságából egy további gyermeke született. A vádlott és a férje további gyermeket nem terveztek, ugyanakkor nem is védekeztek, így a vádlott 2022-ben teherbe esett. Ennek tényét azonban a környezete előtt tagadta.